Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal, ahogy alakulnak a dolgok, ahogy romlik a pénz. Ugye szoktam olvasni a gazdasági híreket, nem rendszeresen, csak úgy mikor eszembe jut, és akkor írják, hogy megint megütötték a forintot, tehát ami azt jelenti, hogy csökkent az értéke a mondjuk az euróhoz képest, mert alapvetően az euróhoz nézik, és akkor megint átesett, amit tudom én, a 400 forintos határon, mert megütötték a forintot. Tudjátok, nekem az a fura az egészben, hogy tegnap néztem az árfolyamokat egy ilyen pénzváltónál, és akkor ugye néztem, hogy visszaemlékeztem, hogy mennyi volt június 1-én mondjuk a kuna, ugye az a horvát fizetőeszköz, és most megnéztem, most mennyi, és ahhoz képest ugye 3 forint különbség van, tehát akkor volt 53, most 56, most 56-ért lehetne kunát venni, ami azt jelenti, hogy kicsit fura, hogy a forintot ütik, mikor forint, tehát Magyarország lakossága az több, mint Horvátország lakossága, és ugye Magyarország lakossága több, mint például Bulgária lakossága, Magyarország lakossága több, mint mondjuk Csehország lakossága, most mondom azokat, ahol a saját valutájuk van még, és ugye nagyon furcsa a dolog, mert ahhoz, azokhoz a valutákhoz képest is romlik a forint, pedig az azt jelenti, hogyha több a lakosság, tehát nagyobb a lakosság, akkor több pénz van, tehát annak az országnak több a saját valutája, és ez azt jelenti, hogy kevésbé lehet megütni, értitek? Tehát minél nagyobb egy ország, annál több pénze van, nyilván saját pénzről van szó, és annál nehezebb megütni. Ugye mit jelent a megütés? Az, hogy túl sokan el akarnak adni forintot, érted? Az a megütés, és ezáltal lemegy a forintnak az ára. Na most, tehát minél kisebb egy ország, minél kevesebb ezáltal a saját pénze, annál jobban lehet befolyásolni annak az ország valutájának az árfolyamát. De mi nem a legkisebbek vagyunk azok közül, az EU-s országok közül, csak most az EU-s országokról beszélek, amelyiknek saját valutája van és nem eurója. És mert ugye Lengyelország, mit tudom én, 4-szer annyi lakosa van Lengyelországnak, mint Magyarországnak, nyilván ott valószínűleg 4-szer annyi az lotyi, mint a forint, tehát ott kevésbé lehet szórakozni vele. Ezt tudod, mit jelent a szórakozás? Hogy mit tudom én, egyszerre több milliárd zlotyit vagy több milliárd forintot piacra dobnak, és akkor nyilván lemegy az ára. Szóval a lényeg az, hogy ez az egész, hogy megütötték a forintot, ez egy kamu, érted? Tehát ez egy kamu. Ez azt jelenti, hogy akkor megy le egy ország pénzének az értéke, ha abban az országban a többi országhoz képest nagyobb az infláció. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ezáltal, hogy nagyobb az infláció, nagyobb a pénzromlás. Ami azt jelenti, hogy ha mondjuk, mondom még egyszer, megnézzük ugye Csehországot,
ugye itt az EU-n belül, Bulgáriát, Horvátországot, ez mind kisebb lélekszámban kisebb ország, és mégsem romlik úgy a pénzük. Nem érdekes? És akkor itt ilyen a hírekben ilyen baromságok vannak, hogy megütötték a forintot. Na elmennek a fészkes fenébe ebben a hülye dumával, érted? És a többit miért nem ütik meg? A levát miért nem ütik meg a bulgároknál? Vagy a horvátoknál a kunát miért nem ütik meg? Vagy a cseheknél a cseh koronát miért nem ütik meg? Érted? Szóval hát a törökök azok nem eurós, vagy nem EU-s ország, úgyhogy azt adjuk ki azokat, akik nem eurós országok, jó? Szóval a lényeg az, hogy nem egészen úgy van, ahogy a hírekben ez van, hanem az ember jó, ha tudja, hogyha, tehát nem a feltétlenül az euróhoz kell nézni a forintnak az árfolyamát, hanem ilyenekhez, hogy leva, kuna, cseh korona, zlotyi, ezekhez kell nézni az árfolyamat, és megnézni, hogy vajon ezekhez képest hogy alakul. És akkor megnézzük ezt, és akkor rájövünk arra, hogy nem elég, hogy az EU-ban nálunk romlik a pénznek leginkább az értéke, hanem az elmúlt egy évben világviszonylatban a pénzromlás terén harmadikok voltunk. Oké? Harmadikok a bolygón. Érted? És akkor a hírekben mi van? Hogy szárnyal a gazdaság. Ha a gazdaság szárnyal, akkor nem romlik annak az országnak a pénze. Világos ez? Egy ország pénze akkor romlik, ha az export-import nincs egyensúlyba. Érted? Illetve túl sok az import, és túl kevés az export. Érted? Tehát legyünk már tisztában a dolgokkal, és ne cumizzunk be mindenféle fals információkat. Na most miért jó ezeket tudni? Tehát ez azért fontos, mert ha az ember tudja, hogy egy olyan országban él, ahol elszabadult az infláció, főleg a többi országhoz képest, akkor még jobban össze kellene szedned magadat, mint a többi országban lakóknak. Milyen szempontból? Hát ez mérleg szempontból. A mérleg? Ennek meg két fő száma van. Bevétel, kiadás. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy mennyi a bevételed, és mennyi a kiadásod. Ez mindig a kulcskérdés. És mennyi a maradék, tehát mennyi az egyenleg. Tehát bevétel mínusz kiadás, és lesz egy egyenlőségjel a végén, és mennyi marad? Magyarul, ha van egy elszabadult infláció, akkor úgy kell megoldanod ezt a helyzetet, hogy az egyenleged az ne romoljon. Minimum ne romoljon. Világos ez? Tehát, ha nem tudsz bevételt növelni, akkor kiadást kell csökkentened. Világos voltam? És ha ezt nem csinálod meg, akkor megnézheted magadat pénzügyi szempontból. Ugye az ember négyféle problémát kap az életében. Van olyan probléma, amit úgy hívnak, hogy betegség, van olyan, hogy baleset, van olyan, hogy családi probléma, és van olyan, hogy anyagi probléma. És az anyagi problémát elsősorban gondolkodással lehet megoldani. Érted?
Tehát a betegség az nehezebben megelőzhető. A baleset az még nehezebben megelőzhető. A családi probléma is nehezebben megelőzhető, mint mondjuk egy anyagi probléma. Anyagi problémája azoknak szokott lenni, aki nem veszi figyelemben azt a gazdasági helyzetet, amiben él. Érted? És ha ostobaságából kifolyólag nem figyeli azt a gazdasági helyzetet, amiben él, akkor ne csodálkozzon valaki, hogyha neki vagy a családjának, vagy mind a kettőnek gazdasági problémája lesz. Érted? Tehát a gazdasági probléma, tehát a pénzügyi probléma, az a legegyszerűbb probléma lehetne. Hát most gondold végig, hány ember került pénzügyi problémába azáltal, hogy maga idézte elő a pénzügyi problémáját azzal, hogy hitelbe ment, és nem figyelt arra, tehát fölvett hitelt, vagy hiteleket, és nem figyelt arra, hogy hát mi van akkor, hogyha mondjuk egy év múlva nem tudja törleszteni. Vagy két év múlva, vagy három év múlva, vagy bármennyi idő múlva nem tudja törleszteni, akkor mi fog történni? Ezt nem vette figyelembe. Érted? Tehát én totál meglepődtem, tehát én vettem föl életembe egy párszor hitelt, az elmúlt hány évben, utoljára hitelt 2007-ben vettem föl, azóta nem, de én max 5 évre vettem föl hitelt, annál hosszabb időtartamra soha. De még ez az 5 év is úgy volt, hogy egyszer beütött a krak. Érted? Tehát pedig az 5 év az nem 20-25 év, meg 15 év, érted? És még az 5 évnél is be tudott ütni a krak. Akkor gondold végig, hogy mennyire tud beütni valakinek a krak, ha fölvesz 15-20 évre, érted? Vagy 25-re. Hát 10, tehát én nem egyszer sikerült úgy csinálni, hogy nem láttam be az 5 évet, érted? Na most, ha én nem láttam be az 5 évet, akkor mások mennyire látják be a 10-15-20 évet? Érted? Semennyire. Ugye azért mondom, hogy én nem láttam be, mert én gazdasági szakembernek tartom magam, hiszen pénzintézeteket vezettem, érted? Nem is egyet. És ugye pénzintézet vezetéséhez kell egy kis gazdasági szakértelem. Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy mégis sikerült elérni, hogy az 5 évet nem jól láttam be. Érted? Csak 5 évet nem jól láttam be. Szóval egy olyan világban élünk, ahol a pénzügyi dolgok azok sokkal jobban előre láthatóak. A pénzügyi problémák sokkal jobban előre láthatóak, mint a betegség, a baleset, vagy a családi probléma. De hogyha mondjuk te pénzügyi problémát okozol a helytelen gondolkodásoddal, akkor számíthatsz arra, hogy lesz belőle családi problémád is. És ha már pénzügyi problémád is van, meg családi problémád is, akkor arra is számíthatsz, hogy vagy balesetet szenvedsz, vagy megbetegszel. Érted? Ugyanis a betegség meg a baleset, azt mondhatjuk azt, hogy zömében ezeknek a következménye. Érted? Tehát ezeken a területeken történő helytelen cselekvés következménye.
Tehát ha megnézed mondjuk a családi problémák, mit jelent a családi probléma, amikor konfliktusban vagy a pároddal, vagy a gyerekeiddel, vagy a szüleiddel? Ezt jelenti a családi probléma. És ha megnézed a családi problémákat, akkor a családi problémák mindig helytelen döntésekből, vagy helytelen cselekvésekből, vagy ezeknek a kombinációjából jön létre. Tehát például, amikor két ember csak úgy valamilyen oknál fogva elkezd veszekedni, akkor ez egy helytelen cselekvés. És amikor te mondjuk megemeled a hangerődet a másikkal szemben, mondjuk a pároddal szemben, akkor azt eldöntötted előtte, hogy meg fogod emelni a hangerődet. Azért, hogy esetleg elnyomd a másikat. Érted? Hogy a te akaratod érvényesüljön. Világos ez? Ami annyit jelent, hogy még egyszer mondom, minden olyan probléma, ami családi probléma körbe tartozik, az minden helytelen döntés és helytelen cselekvés következménye. Tehát a beszéd is cselekvés. Világos ez? Jó, de lehet az is, hogy a cselekvés az pont egy nem cselekvés. Ez pont egy nem cselekvés. Mikor cselekedni kellene abban a helyzetben, és az adott illető nem cselekszik, és ennek lesznek mondjuk családi következménye. Tehát most mondok egy példát, egy ilyen, lehet, hogy nem is túl szélsőséges példát, hogy mondjuk van egy férfi, mondjuk egy párkapcsolatban valakivel, és akkor szemet vet rá mondjuk egy harmadik fél, egy nő, érted? És mondjuk ki kezd a férfival, ugye ezt így szokták mondani, a férfi meg nem mond nemet, érted? Hanem hagyja, hogy alakuljanak a dolgok, érted? És nem áll ellen. Jó? Tehát mondjuk, hogy a kezdetekben az a dolog, az egy nem cselekvés. Erre mondjuk a hölgy vérszemet kap, és akkor még jobban, ugye, neki áll kezdeményezni. Úgyis egy olyan világban élünk, hogy alapvetően a hölgyek kezdeményeznek már, nem? Nem így szoktátok tapasztalni? Régen ugye a hölgyek max úgy kezdeményeztek, hogy eldobta mondjuk a zsebkendőjét, érted? Hát most nem így kezdeményeznek a hölgyek, hanem sokkal direktebben. Szóval a lényeg az, hogy egy csomó olyan dolog lehet, vagy például mondjuk, hogy tudom én, szeretné, hogyha a férfi valamit megcsinálna, és a férfi meg fülebotját sem mozgatja, és nem csinálja meg azt a dolgot, amit a mondjuk a párja szeretne. És akkor mi történik ebből? Mondjuk a hölgy fölemeli a hangját, és el kell üvöltözni mondjuk a férfival. De ha lehet, hogy jobban megnéznénk, akkor jogos lehet volna az, hogy a férfi csinálja meg azt a dolgot, amire ugye, amit meg kellett volna csinálni. De nem csinálta. Tehát a nem cselekvésből lesz egy konfliktus. Világos ez? De lehetne még ezeket, ugye sorolni ezeket a dolgokat, de lényeg az, hogy ha jobban megnézzük, akkor van ebből a négy problémából kettő, a családi probléma és a pénzügyi probléma, ami helytelen döntések és helytelen cselekvések következménye. Oké? Persze a baleset is
meg a betegség is ugyanez a kategória, de ahhoz már tudás kell, hogy valaki megállapítsa. De ahhoz nem kell tudás, hogyha most, ha nem vettél volna föl a múltban hitelt, akkor most nem tartoznál. Ehhez nem kell tudás. Nem tudom, világos-e. Meg ahhoz se kell tudás, hogyha nem ordibáltál volna az előbb a pároddal, akkor nem vesztetek volna össze. Ahhoz se kell tudás, hogy az ember ezt megállapítsa. Érted? De ahhoz tudás kell, hogy mit tudom én, mondjuk egy Covid, az miért találta meg az illetőt, és mondjuk miért lett tőle 39 fokos lázad, csak most mondtam valamit. Érted? Ahhoz kell tudás. Vagy ahhoz is kell tudás, hogy, de nem az a tudás, hogy hát mert mit tudom én, biztos ettől, attól, amattól elkapta. És a másik is ott volt, és az miért nem kapta el? Érted? Akkor lehetne ugyanis ezt mondani. Érted? Vagy ott van egy baleset, hogy a baleset az miért történt meg, érted? Miért kellett annak a balesetnek megtörténnie? Érted? Tehát a betegség meg a baleset előzményét, hogy miért kellett annak létrejönni, mindig meg lehet állapítani, hogy mit kellene másként csinálnod az életedbe. Érted? Na most ezt tudás nélkül a kutya se tudja megállapítani. Érted? De mondom, az könnyű megállapítani, hogy hát ha most nem vettél volna föl hitelt annó annak idején, akkor most nem tartozná. Érted? Ez könnyű. Meg azt is könnyű, hogyha nem ordibáltál volna, nem vesztettek volna össze. Érted? Vagy ha nem csaltad volna meg a párodat, akkor most nem akarna elválni. Stb. Stb. Érted? Tehát ugye ez könnyű így megállapítani, de az, hogy egy betegség miért van, vagy egy baleset miért van, hát azt a legtöbb ember kösse föl a gatyáját, hogy meg tudja állapítani pontosan. Jó? De egyébként nagyon egyszerű még a párkapcsolatoknál is. Tehát ugye, ha két ember fogja és összevész, akkor ennek megvan, hogy miért kellett összeveszniük. Ha például valaki, tehát hogy miért kellett összeveszniük, tehát nem az, amit látsz, hanem mi van mögötte. Ugyanúgy, mint egy baleset, vagy egy betegség mögött milyen lelki ok húzódik. Ugyanúgy egy párkapcsolati konfliktus között is milyen lelki okok húzódnak. Vagy például mondjuk valaki hiteltartozásban van, és mondjuk fenyegeti a bank, hogy elviszi a vagyonát, és kisemmizi a bankot. Ennek is megvan, hogy milyen lelki ok van mögötte. Érted? De nehogy azt képzeljétek, hogy most megtanítalak erre, hogy milyen lelki ok van mögötte. Mert ahhoz részt kellene venned a coach képzésen, hogy ilyeneket megtanulj. Oké? Lesznek is ilyen képzések, meg ugye voltak is már ilyen képzések, mert már ugye nem először csináljuk végig ugye a képzés sorozatunkat, hiszen 2010 óta már vagy 3-4 képzés sorozat végig forgott, tehát ilyen forgásos rendszerben csináljuk a képzéseket, ami azt jelenti, hogy egymás után jönnek, és akkor utána, amikor tudod, mint ez a rulettkerék, és mintha a rulettkeréken lenne 25 szám, és azok a képzések, és akkor amikor oda jön a elsőhöz a 25. után, akkor kezdődik az első, utána az első után jön a második, és akkor ez így mindig forog, forog, forog. De lehet, hogy bővül is közben, mert kezdetben azért nem 25 témánk volt, 25 nagy témánk, hanem kevesebb, és hát arról nem is beszélve,
hogy szélesedik a rulettkerékben a szám. Miért? Mert ugye régebben minden képzésünk egy hónap volt, hát most már volt olyan képzésünk, ami 6 hónap volt? Ja, 8 hónap volt eddig a leghosszabb. Tehát 8 hónapos képzés egy témában. Tehát úgy látjuk, hogy minden témában bővülnek az ismeretek, de nézzük meg, hogy milyen témákban, jó? Itt vagyunk. Tehát ugye mi úgy hívjuk ezeket, hogy coach képzések. Miért? Mit jelent a coach? Azt jelenti, hogy edző. Mondhatnánk, hogy személyi edző. A coach a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy élet és ember jobbító. Tehát aki valakit coachingol, az azt jelenti, hogy kihozza belőle, abból az illetőből a legjobbat és a legtöbbet. És hát egy hónap, az kb. 30 óra képzés. Minden szerdán és vasárnap van képzésünk. És havonta egy vasárnap, egy kicsit hosszabb, mert az egy teljes napos. Mert milyen a többi nap? Hát a szerdán 18 órakor kezdődik, és tart 9:45-ig, illetve vasárnap 16:30-kor kezdődik, és tart 8:45-ig. Jó, és tehát így összesen ez 30 óra, illetve még utána van klubbeszélgetés. A klubbeszélgetés azt jelenti, hogy lehet kérdezni, és akkor én megválaszolok. Jó? Tehát ugye az élet és az ember ismeret dolgairól lehet kérdezni, és én megválaszolok. Sokszor azt szokták mondani, hogy legalább olyan hasznos dolgok is el szoktak hangzani a klubban, mint a képzésekben, de hát a klubban is ugye csak azok vehetnek részt, akik részt vehetnek a fizetős képzéseinkkel. Ugye apropó, miért fizetős? Hát mert azokat nem szeretnénk tanulni, akiknek a cserearányukkal baj van. Tehát magyarul csak kapni szeretnének, és adni nem akarnak, azokat nem akarjuk tanítani. Jó? Mert azokat az embereket úgy hívják, hogy tisztességtelen emberek. Tehát aki csak kapni szeretne, de adni nem, az úgy hívják őket, hogy tisztességtelen emberek. Oké? Úgyhogy maradjunk ennyibe. És mi nem szeretnénk tisztességtelen embereket tanítani semmilyen formában, semmilyen áron. Oké? És lényeg az, hogy van egy olyan elfogadható árunk. Ma ugye tudjátok, hogy az átlag nettó kereset az 200 000 forint fölött van Magyarországon. Hát mondhatnánk, hogy akkor annak a 5%-a, mert durván nem egész 10 000 forint, 9800 forint egy havi képzésünk, ha visszaosztod a 30 órával, nem jön ki 330 forintra óránként. Tehát 330 forintért már nem vesz egy kiló kenyeret. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában azokkal a képzések árával, amely használható. Tehát lehet kapni nem használható tudásokat, mondjuk 6-7 órát 10 000 forintért. Ilyet lehet kapni, 6-7 órát. Nem 30-at, 6-7 órát. A használható tudások azok óránként ott kezdődnek olyan 7 000 forint. Oké? Csak hogy tisztában legyetek ezzel. Mi az, hogy használható, nem használható? Az olcsó képzések, az ilyen 6-7 óra 10 000 forint, az semmi más nem csinál, csak motivál. Meg azt mondja, hogy ne ilyen legyél, hanem ilyen. De hogy juss oda? Tehát magyarul módszerek nincsenek benne.
legyél ilyen, legyél olyan, legyél amolyan, ne ilyen, amilyen most vagy, de hogy hogy juss el oda, legyél olyanba, azt nem tanítja. Tehát hogyan oldjál meg egy problémát az életedben, azt nem tanítják. Érted? Tehát ott, ahol módszert is kapsz, az legalább 7000 forint. Máshol. Nálunk miért ilyen kedvező? Nem azért, mert az értéke kisebb, hanem azért, hogy bárki számára megfizethető legyen, és ezáltal cserét adjon. Világos ez? Ilyen egyszerű. Az első havi tandíjban van eltérés, már az csak nem dupla ár, 19700 forint. Ezáltal így nem keverhető össze, hogy ha valaki befizet két hónapot, mert a két hónapot az 19600 lenne, de az első havi az 19700 forint, oké? Okay? És így nem keveredik össze a két összeg. Jó, de ha megnézzük, ha a 19700-at is, ha elosztjuk ugye 30 órával, hát az is csak 660 forint. Az még mindig mondjuk egy kiló kenyér ára. Érted? Hát attól függ, hol veszed a kenyeret, tudod? Meg milyen kenyeret veszel, persze. Bár nagyon emelkedik, úgyhogy hamarosan már kifut ebből a dologból a kenyérár. Szóval a lényeg az, hogy azért csak ennyi, de ez egy akciós ár egyébként, a képzéseink értéke óránként 7000 forint. És akkor még így alsó hangon lehet csinálni. Tudjátok, hogy olyan típusú képzések, ahol tényleg hasonló módszereket kaptok, mint amit itt, arra el tudsz menni, és mondjuk egy 30 óra az 1,5 millió forint. Érted? Mondom, 1,5 millió forint. Tehát ahhoz képest, ami 200 000 forintunk, mennyi a igazi ára ennek a képzésnek, még az is nudli. Jó? Tehát mondhatjuk, hogy ez egy akciós ár, és ha valaki ezt az akciós árt igénybe veszi, jó jár, ha meg nem, akkor úgy járt. Magyarországon egyébként mi képezzük a legtöbb ilyen képzéseket kereső embert. Jó? Tehát ebben piacvezetők vagyunk. És ez azt jelenti, hogy ugye itt vannak a coachképzéseink, és nem csak képzést nyújtunk, hanem vannak szemesztereink, és a szemeszter végén adunk diplomát. Tehát egy szemeszter az most 9 hónap, azt hiszem, ha jól emlékszem. Úgy tudom, úgy emlékszem. Csak azért, mert nő. Az is nő a szemesztereknek a tartama. És ugye van, hát most már több mint 4. Mennyi 4? Hát 4 vagy 5 szemeszterünk, valahogy így. Tehát meg tudjuk nézni, mennyi van. Egyébként itt az anyagban benne van. Csak nem ez a feladatom, hogy mindent fejből tudjak. Jó, hát azért van leírva, hogy nekem fejből megjegyezni dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy van egy alap. Vannak alaptémáink, 6 alaptémánk van. És ebből a 6-ból van egy alapok alapja. Az pedig ez. Ha az emberek így működnének, ahogy itt tanulják ebben a hány hónap volt a etika coachképzésünk, emlékeztek? 4 hónap. Ezt a 4 hónapot 120 órát végigcsinálnák, és be is tartanák az emberek, ez azért fontos lenne, akkor ezen a bolygón aranykor lenne. Érted?
Tehát ha mindenki annak alapján élne, amit abban a 120 órában tanul, akkor ezen a bolygón aranykor lenne. Mit jelent az aranykor? Az egy másabb társadalmi forma. Ugye ha megnézed a bolygón, akkor itt a diktatúrák meg a demokráciák váltakoztattak egymást. Tehát az aranykor az nem demokrácia, nem diktatúra. Tehát ugye megnézed a diktatúráknak és a demokráciáknak a jellegét, akkor azt látod, hogy mire alapulnak ezek. Hogy a nép hülye, az állami vezetők meg okosak. Erre alapul. Ugye a demokrácia annyiban különbözik, hogy nem csak az állami vezetők az okosak, hanem a munkaadók okosak, meg a milliárdosok okosak, de a többiek hülyék. Tehát erre alapul az egész. Tehát ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten jogos az erre alapulás. Miért? Mert megtagadják az emberektől a használható tudást. Tehát se a demokráciákba, se a diktatúrákba nem tanítják az embereket az élet és az ember működésének az ismeretére. Ezáltal az emberek tudatlanok maradnak. És tudatlanságukban hibát hibára halmoznak. Ezáltal kiszolgáltatottá válnak, ez a lényeg. Tehát ha sokat, minél többet hibázol, annál kiszolgáltatottabbá válsz. Ezt jó, ha tudod. És minél kiszolgáltatottabbá válsz, annál inkább szükséged lesz külső irányításra. És onnantól kezdve, hogyha ez a kettő összeáll, a kiszolgáltatottság és a külső irányítás, ez minimum azt jelenti, hogy szolga. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy modern kori rabszolga. Oké? És ugye mi a cél a szolgasággal, meg a modern kori rabszolgasággal? Hát az, hogy a demokrácia nevezetű társadalmi formában, amit úgy is lehetne mondani inkább, hogy kapitalizmus, hogy azok az okosok, akik ilyen szuper okosnak tartják magukat, ugye azok a milliárdosok, multimilliárdosok vagy multik, azok elérjék, hogy te minél kevesebb pénzbe kerülj neki. Világos ez? És minél butább vagy, annál kevesebbe kerülsz neki. Érted? És hát most vonatkoztassuk el tőled, mert te vagy a, ugye a kivétel. Tehát az emberek minél butábbak, annál kevesebbe kerül a milliárdosoknak azok az emberek. Világos ez? Minél okosabbak, annál többe kerül. Oké? De ugye milyen okosak legyenek? Most gondold végig. Van mondjuk egy olyan emberke, aki szuper okos. És mit tudom én, tételezzük fel mondjuk, részt tud venni olyan projektekbe, tehát olyan feladatokba, ahol nagyon jól megfizetik. Tehát tételezzük fel, hogy mondjuk havi szinten akár milliókat keres. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy a középosztály csúcsán van anyagi tekintetben. És
ameddig dolgozik, jól él. De ugye tudod, hogy minél többet keres valaki alkalmazottként, annál inkább kihasználják. Miért? Hát nagyon egyszerű. Hát mert annál több a vesztenivalója, ha ne adj Isten, nem fogad szót. Érted? És ezáltal ő egész életében szót fogad. Dolgozik 40 éven keresztül, mit tudom én, hatalmas pénzeket keres, rengeteget költ, előbb-utóbb kiöregszik, érted? És előbb-utóbb le fogják cserélni olcsóbbra, érted? És onnantól kezdve hiába keresett ő hatalmas pénzeket, mivel hatalmas kiadásai voltak egész életében, tehát magyarul a jövedelméhez, a bevételéhez hozzáemelte a kiadásait. Tehát most gondold végig, ha te most keresel mondjuk 200 ezer forintot, és mondjuk 150-et költesz, akkor marad 50 ezer forintot. De ha keresel 10 milliót, és 10 millió 100 ezeret költesz, akkor nem maradt egy vasat se. Érted? És mivel az élet és az ember működésére ezek az emberek nincsenek tanítva, csak arra, hogy elvégezzék azt az adott feladatot, amihez az a szuper értelem kellett, ami neki van, ezáltal az életében sorozatosan hibát követel azzal, hogy szinte amennyit keres, azt mind el is költi. Mert hát az életszínvonal az kell, érted? Kell mutatni, hogy ő milyen életszínvonalon él. És utána, amikor elmegy nyugdíjba, akkor meg az életszínvonala visszaesik századára, érted? Századára. És ami azt jelenti, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy a jól kereső alkalmazottak életük végéig jól keresnek, bár akkor előfordul ez, hogyha ha még alkalmazotti létében dobja fel a talpát. De ha ő nem, azt gondolja, hogy alkalmazottként kellene meghalni, hanem majd milyen jó lesz, mikor majd élvezem a szabadságot, mikor elmegyek majd nyugdíjba, és ez úgy működik, hogy minél többet keres valaki alkalmazottként, annál nagyobb az életszínvonal visszaesése, amikor elmegy nyugdíjba. Érted? És ez mindenütt így van. Mindenütt. És az ember úgy működik, hiszen én 93-tól tanítok embereket, 91-től van saját szervezésű csapatom, és azóta hát több mint 100 000 embert szerveztünk, emberek, tehát a csapatommal, és több 10 000 emberrel lehet valamilyen kapcsolatom. És ugye tapasztaltam azt, hogy az emberek hogy működnek. És tapasztaltam azt, hogyha valaki elkezd sok pénzt keresni, ahhoz szépen hozzáemeli az életszínvonalát, a kiadásait. És tudod, milyen fájó nekik, amikor visszaesik a jövedelmük? Minél nagyobb összegeket keresnek az emberek, annál fájóbb a visszaesés. Érted? Most gondold végig, valakinek, mit tudom én, van 300 000-es keresete,
és visszaesik mondjuk 150 ezerre, csak most mondtam valamit, az nem annyira fájó, mert csak felére esett vissza, mint akinek van mondjuk van másfél milliós, és visszaesik 200 ezerre, érted? Tehát az emberek azt csinálják, hogy a jelenlegi életüket hozzá alakítják a jelenlegi keresetükhöz, érted? És mi lesz volna? Mi lesz holnap, hogyha mondjuk a pénzed értéke az kevesebbet ér? Mi lesz holnap, hogyha megszűnik az a munkahely? Tehát amikor arról beszélnek, hogy munkaerő hiány van Európában, tudjátok miért van? Ha van egyáltalán. Én azt is megkérdelezem, hogy van munkaerőhiány. Hát eleve minden országban van munkanélküliség, akkor hogy lehet munkaerőhiány? Tehát valahogy a kettő nem stimmel, érted? Tehát ha munkanélküliség van, akkor hogy lehet munkaerőhiány? Jó, mondjuk legyen munkaerőhiány. És akkor nézzük meg azt, hogy a bürokráciában mennyien dolgoznak. Magyarországon a bürokráciában dolgozik vagy 600 ezer ember. Érted? Tehát a bürokráciából kirúgnák az embereket, akkor rögtön 600 ezer ember ott lenne és keresgelhetne munkát. Érted? Tehát a bürokrácia az azt jelenti, hogy úgy szokták más néven mondani, hogy aktatologató. Érted? Tehát csinál olyan fajta feladatokat, aminek az ég adta világon semmi értelme. Érted? De neki azt kell csinálni, mert ugye az a feladata. Ő azt látja, hogy van értelme, csak igazából semmi értelme nincs. Hát most gondoljátok végig, ugye amikor a pénzügyi területen ugye pénzintézet vezető voltam, akkor a legtöbb dolgozó, amivel foglalkoztam, az 130 valahány fő volt. Tehát annyian dolgoztak. Egy időben. Most azt a munkát, amit akkor elvégzett 130 fő, az kb. 10 fő meg tudná csinálni. Érted? Jó, az a 90-es évek volt, most meg már ugye a 2020-as években vagyunk, eltelt azóta lassan 30 év, nem egészen, csak mondjuk 25. Érted? Az mekkora visszaesés? Na most azért, hogy emberek ne legyenek az utcán, kitalálnak bürokratikus tevékenységeket. Érted? Ez így van. És ez nem csak itt Magyarországon, szerte a világban. Így van. De tudod, mi a baj a bürokratikus tevékenységgel? Hogy azt valahonnan finanszírozni kell. Tehát ezt a 600 ezer bürokratikus ciában dolgozó embert, ezt a dolgozók, a ténylegesen termelő dolgozók, hasznot hozó dolgozók finanszírozzák. Te azt gondolod, hogy az állam finanszírozza, de az állam meg a dolgozó, termelő emberekből él. Az állam nem a nyugdíjasokból él, nem a segélyekből, segélyeket fizetők, tehát a segélyeket igénybe vevőkből él, mert hát az államnak a nyugdíjas meg a segélyezett az pénzbe kerül, de ugyanúgy pénzbe kerül az a kb. 600 ezer dolgozó a bürokráciában. És ha mondjuk egy tudom én, nagyobb ország van, akkor lehet, hogy ez a szám nagyobb, érted?
És azt valamiből el kell tartani. Miből? Hát úgy, hogy több adót és egyéb dolgot levonnak a többiektől. Érted? Szóval egy olyan világban élünk, ahol látni kellene, hogy mi van, és látni kellene, hogy mi felé haladunk. Jó, hát ugye, ha visszamegyünk ide, hoppá, nem ide, bocsánat, hoppá, mit csináltam? Ajaj, oké, tehát visszamegyünk ide, de a legelejére, még, ide. Itt látunk egy dátumot, 2035. 2035-re kell legkésőbb ezen a bolygón aranykornak lennie. De addig még marad a pénz. Most, hogy az virtuális formában, vagy effektíve kinyomtatva, vagy verve, ugye a fénypénz az verve van, na most ebből a szempontból részletkérdés. De addig még pénzre van szükség, addig, míg ezen a bolygón nem lesz aranykor. Hát ha mondjuk 3 év múlva a bolygón aranykor lenne, akkor már 3 év múlva nem kellene pénz, hogy legyen. De mint mondtam, a következő társadalmi formának, aminek lenni kell ezen a bolygón, annak az alapja az etika. A tisztesség, becsület, az erkölcs. Az elnyomásmentes társadalmi forma. Hogy az emberek képesek szeretetben élni, képesek békében élni, képesek boldogságban együttműködve élni. És ez etika nélkül lehetetlen. Etika nélkül ez nincs ilyen. Ezáltal, ugye az imént említettem, hogy a bolygón annak a 4 hónapnak a tudását mindenki használná, akkor itt aranykor lenne ezen a bolygón. Még ha többit nem tanulták abból a 24 témából, érted? Ami maradt, semmit, akkor is aranykor lenne. Tehát ennyire fontos az etika az ember életében. És társadalmi szinten ennyire fontos az etika. Hát most azt látod, hogy ugye az egész világ, mindent beszámítva az elmúlt években nem etikusabb lett, hanem etikátlanabb. Nem? Megnézed, az emberek sokkal rosszabb hangulatúak, sokkal veszekedősebbek, sokkal vitatkozóbbak, sokkal kevésbé kedvesek, mint régen. Nem ezt látni? Ezt látni. Tehát ami annyit jelent, hogy rosszabb hangulatban vannak. Tehát a boldogságuk az nem pozitív értelemben változott, hanem negatív értelemben. Tehát egyre boldogtalanabbak, nem boldogak az emberek. Tehát ezt látni. Tehát a társadalom elindult egy negatív tendencia felé. De ennek van egy nagyon pozitív része. Tudod micsoda? Nagyon egyszerű. 2 dologról beszélnék. Tehát például mondjuk ülnél egy repülőn, és te semmiben nem hiszel. Csak az anyagban. Tételezzük fel. Jó, te nem ilyen vagy, ha hallgatsz ilyen előadásokat, mint az enyém. De mondjuk képzeld bele magad egy ilyen ember helyzetébe. És ülsz ott a repülőn, és te egy ilyen ember vagy, aki csak az anyagban hisz, és akkor elkezdene zuhanni a repülő. Akkor is csak az anyagban hinnél.
vagy rögtön elkezdené gondolkodni, hogy jaj, ki mentsen meg, hát talán egy Isten, nem? Hát a Istenem, ments már meg, vagy valami legyen, hát ne halljak már meg. Nem? Vagy mondjuk valaki beleesett mondjuk egy mély kútba, és sehol senki, és itt ugye valahogy ki kéne abból kerülni, abból a kútból, ugye lefele nem lehet, hát csak fölfele, de hát a kútból nehéz kibászni egyedül. És akkor olyan közember mit csinál, mikor mondjuk megint maradjunk annál, hogy mondjuk egy olyan ember, aki teljesen ilyen ateista szemléletű, aki teljesen anyagba zárt. Mit csinálna az anyaggal? Az anyaghoz fohászkodna? Na mihez fohászkodna? Hát valami felsőbbrendű lényhez, hogy segítsen, nem? Mert hiába ordibál, senki nem hallja meg. Nem ezt szokták az emberek? Vagy hülyeségeket beszél? Ezt szokták. Ezt tudod, mit jelent? Az, hogy egy ilyen életveszélyes helyzetben, érted? Az embereknek megváltozik a gondolkodásuk. Érted? És hiába éltek mondjuk, tételezzük fel azon a repülőn, utazón mondjuk 50 évet, a másik a kútba eső mondjuk 35-öt, tök mindegy, és leélte az életét a 35 éves, 35 éven keresztül az anyag centrikusan, a másik 50 évesként anyag centrikusan, hiába élte le, nem az anyaghoz fog fohászkodni. Érted? És most e felé megy a bolygó társadalma. Érted? Hogy eljussanak az emberek arra, hogy kilépjenek ebből az anyagcentrikusságból, mert különben nem fognak túlélni. Érted? Tessék ezen elgondolkodni, hogy itt van egy olyan lehetőség, ahol tanuljuk például azt is, hogy azok a lények, amihez fohászkodnál akkor, mikor az életed veszélybe vagy, van, mi van, hogyha nem csak akkor segítenének, amikor veszélybe vagy, hanem amikor jól csinálod az életedet. Érted? Mert ha jól csinálnád az életedet, akkor kérhetnéd a segítségüket. Vagy meg akarod várni azt a pillanatot, hogy neked azért kelljen a fentieket kérni, az Istent kérni, vagy az Istenedet, vagy ahogy neked jobban tetszik, amikor már az életed veszélybe van. Miért kellene azt megvárni? Nagyon tudatlan gondolkodás, hogyha arra vársz. Na, van egy ilyen mondás, hogy a kutat akkor kell kiásni, amikor még az ember nem szomjas. Nem akkor, mikor már szomjas, akkor kell elkezdeni kiásni. Tehát ha még emberek nem jöttek rá arra, hogy nem lesz visszarendeződés, akkor nem tudom, mitől fognak rájönni. Hát most már lassan harmadik évbe fordulunk, érted? Vagy már fordultunk, mert ez a harmadik éve. Ugye már két év lement. 24 hónap lement, tehát már harmadik évben vagyunk, hogy nem visszarendeződés esélye nőne, hanem csökken folyamatosan. Tehát egyre rosszabb a helyzet.
Tehát tessék elgondolkodni ezeken, és ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor valakinek veszélyben van az élete, és valami olyan segítséget kap, amilyen csodával egyelő, akkor nem tudom, tudod-e, hogy az ember, akit megmentettek, csoda módon megmenekült, az megfogadott dolgokat a fentieknek. Érted? Azért menekült meg. De az nem garancia, hogyha nem csinálja végig a fogadalmát, hogy hosszú életű lesz. Érted? Tehát minden olyan, például van egy buszbaleset, és az emberek felkészültek arra, hogy látják, hogy hú, na, ennek az oszlopnak neki megyünk, azt itt halunk meg. Érted? Az nem hal meg, aki ott gyorsan kér segítséget, és gyors fogadalmat tesz. Hogy Istenem, nem így fogom leélni az életemet, hanem így meg így. Érted? Bár lehet, hogy ott már nincs idő. Tehát én láttam olyat, sőt, nem láttam, segítettem ezt a dolgot megoldani. Hogy egy olyan betegsége volt egy hölgynek, amiből 10 meghal, 10-ből 9 meghal, egy meg rokkant marad. Érted? És akkor én segítettem neki, hogy mit tegyen, hogy tegyen, mint tegyen. Tehát itt nem gyors halálozásról volt szó, hanem volt idő, hála Istennek. És az illető az megtette a fogadalmait. Érted? És megmenekült. És a egyébként meg tudom mondani, mi volt a baja, agyérzsák ömlése volt. Tehát magyarul agyvérzés, érted? De olyan agyvérzése, hogy 3 napig vérzett az agya. Azért haltak bele az emberek, érted? És az illető 2 hét múlva már itt tartott előadást. Oké? Az agyérzsák ömlést követő kórházi ápolás után. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha valaki, mit tudom én mondjuk, azt gondolja, hogy ez kamu, amiket én mondok, tudjátok, én ezeket a dolgokat tudom, hogy így van, mert ennek a jó részét megtapasztaltam. Érted? Tehát az ember úgy működik, és most nézd meg, viszik az embereket afelé, hogy eljussanak oda, hogy vagy elkezd segítséget kérni, és döntést hozni, és segítséget kérni, és hinni utána a saját teremtőjébe, vagy így járt. Ennyi. Tehát az embereknél el fogják érni azt, hidd el, hogy elveszítsék a céljaikat. Érted? És tudod, mi a helyzet? Ha az ember elveszíti a célját, meghal. Érted? Illetve a céljait elveszíti, meghal. És efelé megyünk, hogy minél többen elveszítsék a céljaikat. És ez lesz. Tehát láthatod azt, hogy milyen hatással volt az a pár hónap zárlat, amikor az emberek nem mehettek ide-oda. Milyen hatással volt az emberekre? Mikor a legtöbb embernek az volt a célja, hogy menjen ide-oda és pénzt költsön. Érted? És nem mehetett ide-oda, és nem költhette a pénzét. És emiatt egy csomó ember depressziós lett, érted? A depressziós
szinttől már csak egy kis ugrás a halál lefele. Nem nagy, egy kicsi. Ugye mi ezt tudjuk, akik itt tanulnak. És rengetegen depressziósok lettek attól, hogy nem csinálhatták azt, amit addig. Érted? De nem kell nekem hinni, éld úgy az életedet, ahogy akarod, ahogy élted eddig, nekem mindegy. Nem az én életem, hanem a tiéd. Én tudok segíteni az embereknek abban, hogy másként gondolkodjanak. Ha te nem szeretnél másként gondolkodni, akkor így jártál. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!